Idén két és félszer több kutyalopás történt Nagy-Britanniában tavalyhoz képest. Ez hatalmas negatív rekordnak számít. A brit hatóságok összefüggés látnak a koronavírus járvány miatti kijárási korlátozásokkal. A karantén alatt a házi kedvencek iránti igény megugrott, így az állatok ára is. Melissa Cole egyik kutyáját, Jest, már kétszer is árabolták. Egy másik kutyája, Tigi, még mindig nem került elő. Sajnos szerintem Tingit a kutyámat is azért vitték el, amiért a legtöbb nőstény kutyát, hogy tenyészállatként tartsák. És ez azért is borzasztó, mert így nem kapnak megfelelő állatorvosi ellátást sem, nem vigyáznak rájuk. Ezeknek a tenyésztőknek csak az számít, hogy minél több kiskutya szülessen, csak a pénzt látják a kutyákban, mondta Melissa. Állatvédő aktivisták azt kifogásolják, hogy a házi kedvenceket tulajdonnak tekinti a törvény, így ellopásukat csak jelentéktelen bűncselekményként kezelik. Nagy-Britanniában már közel fél millió aktivista írta alá a petíciót, hogy az állatlopást konkrét bűncselekménynek tekintsék.